1950
A cél az volt, hogy olyan családoknak nincsen segítséget, ahol a szülők több műszakban dolgoznak, vagy gyermekkel egyedül nevelik, és ezért a rendszeres felkérletet ellátni. A napoli protokollnak megfelelően egy keresztet váltott áldozat szeretet, ezt kerülte tanácsolat áldozat, majd gyors áldozat. Az átszervezés egy nyáron megtörtént, több osztályterem állva, így aztán szeptemberben meg tudod írni a 180 tanulónak a több lények egész másodikoknak, de az intézmény amúgy is, és azóta is, mindig is találta egy eredetet fejlesztik, hogy csoportos segítséget nyújtson, és otthon legyen a a 60 év alatt innen kikerült irányból, tehát 5 évünkből sokszor nehezebben is elve kötöttségeket érkezett a betartani szabályra, visszaemlékezett általában ilyen kislátat az intézmény. Eljön a sok szép mellék, közös programok, séták, kirándulások, távozások, együtt készített és előtt a műsorok, szakmai tanulói események, egy-egy kedvenc tanulmányszerű. Gyakran fordul elő az is, hogy egykori diákunk néhány év elkezdődően képzettséget szerezve munkahelyen is ezt az intézményt választ. Itt a sorban is többenek ilyen, és jelenleg is 5 ilyen dolgokban van, tehát aki a biztos diák és mindenki telefonos nyilván. A 60 év alatt több rendben folyamatos az intézményben. A 19. kerületi tanácsot a fővárosi tanács, majd annak jogfogadja, hogy Budapest főváros önkormányzatot követ. Az iskolák önkormányzatoktól állami fenntartás a kerülésekor, a Prépercelek intézmény fenntartott központ, majd ennek átalakításakor a mai napig a külső esetben a kerületi központnak. Az évek alatt sok az változott, fejlődött az intézmény. 1961-ben megkapta a szomszédságában lévő egykori óvodai intézményt. 1975-ben a létszámot 160-ra, néhány év múlva 130-ra. 1994-ben készült el a tetőtér beépítése, a létszám pedig tovább csökkent 125-re, majd 2004-ben több kiszolgálta része lett, Tornon ellen építettek az épületet. Itt vagyunk most, ebben a sorban. És az intézmény ekkor nyert el, hogy így formálják. Ma a múlt század elején intézmény megkerült a színében, de a 21. század körülményen győztek részben otthon, gondoskodó környezetet és feltárkodás a lehetőséget biztosítani diákjainak. Próbálva alkalmazkodni, bár néha nagyon nehéz, az új társadalmi kihívásokhoz, problémákhoz, felgyorsodó, gyorsan változó világunkban. Kérem, fogadják szeretettel a köszöntésem után, vezetőt és diákjaink által a mai mindig emlékszem arra,
Az iskolától én jártam át az iskolára, azt is 59 adták rá, az is 59-től létezik, és most tudtam maradni a két fordulón, és nagyon érdekes volt. Találkozom az emberekkel, hozzájárókkal, osztálytársakkal, pedagógusokkal. Ugye ez az iskola is, úgymond most 60 éves. Ez a 60 év, ez több száz gyereknek, azért mondom, több száz, mert az iskola létszám sosem volt olyan felgeteges nagy, de azt hiszem, hogy inkább családjáros volt, és egy olyan iskolában van, amelyekből azt mondjuk, hogy tetes iskola, annak családjárosnak kell lenni, és nem vannak. Családjárosnak azért, mert úgymond hétfőtől péntekig helyettesítenie kell a családot, helyettesítenie kell az, akit a tanult, és megadni mindent ezeknek a tanulóknak, hogy ne érezzék azt a nagy hiányát, hanem csak két évig tudják őket, úgymond, tudnak ők találkozni, és tudnak ők a család életét. Maga az iskola fenntartása, azt lehet mondani, hogy kerületi volt, fővárosi volt, de én azt látom, és azt mondom, hogy bármilyen jelentkezés is volt az intézményben, mindig kiemelt szerepet játszott, már csak azért, mert mindig olyan hiányt pótolt, és mindig olyan gyermekekkel foglalkozott, akiknek tényleg kiemelt szerepet játszott. Ez a 60 év, gyorsan eltelt, ez a 60 év egy olyan szakmai skálát adott ennek az intézménynek, amire azt tudom mondani, hogy én diák voltam, én már hallottam el a tetes iskoláról. Pedig én 20. kerületből, akkor most 23. kerület Csorostályi gyerekként voltam, de már akkor hallottam el a tetes iskoláról. Tehát ennek az iskolának az egyik ügyen volt a főváros, amelyet a környéken is. És azt gondolom, hogy egy 60 évet, mint születést adott meg és ezt a ünnepséget illetően, ezt a ünnepet szeretném egy ajándékkal is úgymond megköszönözni, mert azt gondolom, hogy amikor valakinek születésnapja van, akkor szoktam még ajándékot adni. Mi most a tankerületből egy olyan ajándékot készítettünk, amely azt gondolom, hogy minden gyermeknek és az iskolának hasznos lehet, tehát szeretném igazgatóknak bátorítani a tankerület által, a szabadon felhasználható 600 ezer forintot is kellett. Azt, hogy ezt a gyerekezet a kintamosztóba, de biztos vagyok benne, hogy a jövő oktatásképzésben úgy, mint a tetejében is, tudunk a tanulóknak biztosítani a nyári táborozásról, a pihenésről, a nyaralásról, a nyaralásról, a nyaralásról, amit tettünk, és én bízom benne, hogy ezen a tétben is, és jövőre is jó fogják a tétekezésre. És kívánom azt, hogy a továbbiakban nyugodt békés éveket, és a lehető találkozás felkérem mindenkinek, hogy a Kispestán polgármesterét, hogy mondjál mindenki köszönöm. Mielőtt átadámozott, szeretném elmondani, hogy már az ingatlan és a kiskola épületéges fővárosi tulajdona van. Ennek ellenére a kerületben való kapcsolatot beállás. Rendszeresen kapunk támogatást változáshoz, sporttal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokhoz, de ha egyéb segítségre van szükségünk, mindig partnerek kellene. Köszönjük szépen, Nemes! Kedves Földek Uram, kedves fiatalok! Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a Kispesti Önkormányzat nevében, az iskola 60. szülinapja alkalmával.
többször volt alkalmam, hogy rendezvények itt ebben a területen, máshol a fővárosban, ezekre a tehetségek járókkal nem is lehetünk. Megutóbb a Deák 17-ben volt egy nagyszabású esemény, azóta is rendkívül sok kulturális program, amelyen mind bebizonyította ez az iskola, hogyha már létszámában kisebb, mint a többi, de itt is olyan tehetséges gyerekek vannak, hogy érdemes rájuk figyelni. És hogy miért tehetségesek ezek a gyerekek? Nyilván azért egy olyan iskolai közösségben élhetnek, dolgozhatnak, mert azok a pedagógusok, akik jelenleg, és akik már a régen időszakban dolgoztak, olyan hagyatékot hagytak az itteni kollektívára, a pedagógusokra, amely biztosítja ezt a jó munkát, ezt a jó közösséget, ezt a családias hangulatot, mert ez a vonz ereje, illetve ez az eredményesség záloga, hogy itt a pedagógus és a diák viszonya az egy pici családiasabb, mint a megszokott nagyobb iskoláknál. Persze nektek szükségetek is van erre, hogy a tehetség kibontakozott, de meg azt mondják, hogy nem, de hidd el, azt, hogy te most milyen közösségben élsz, tippesznek körül, felnőttek a gyerekek, ez az egyik életedre ratással lesz, és nem kellett hozzá. És hidd el, hogy te gyerekként egy jó helyen vagy. És én azt kívánom neked, magánemberként is, és a tudományosan vezetőként, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel, hogy ezt a közösségi létet, ezt az iskolai létet mindenki használja. Öröm volt látni a pedagógusok arcát, hogy mosolyogós képesek. Én számomra mindig nagy öröm, mert ebbe a világban egy mosoly, egy vitánság, az óriási töltőerő energiát szabadít a feladati munkába. És örülök azoknak a pedagógusoknak is, akik vendégként vannak itt, akik jelenleg működő iskolákra jöttek el, mert láthatják, hogy ez az iskola is méltó arra, hogy Kispesti önkormányzat továbbra is azt figyelemmel kísérje, noha nem volt úgy a fenntartója ennek az iskolának, de minden olyan megmozdulás, amely Kispesten történik, vagy a városban továbbra is számíthat az iskola arra, hogy támogatni fogjuk. És abban bízom, hogy nagyon sok évtized van még az iskola előtt, hogy bizonyítsa, hogy azok a speciális gyerekek, mert minden gyerek legyen azok vagytok, hogy az egy nagyon jó színvonalú ellátásnak kell az iskolába. Ebben bízok, és erre kérem a pedagógusokat, és persze a gyerekeket is, mert ez egy közös kívánok erre.